Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet az a kezdeményezés, amely több mint két évtizede indult el Angliából. Ez pedig a házasság hete nevet kapta, amelyhez ma már 4 kontinens 21 országa csatlakozott, Magyarország 2008-ban. Most az egész Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyét szólítottuk meg ezzel a programmal, nem csak Nyíregyházán. Valamint, ahogy mondtad, tényleg a mottoja is ez, állandó megújulás, hogy nap mint nap megújítani azt a szeretetet, amit lehet, hogy a nap végére úgy, hogy is mondjam, hogy a palázs a hamu alá kerül. Tehát azt a kicsit ugye a szürkességből úgy kiragadni és újra úgy fát dobni erre. Tehát ez a mottoja, és erre is törekszünk, hogy valóban megújítsuk, és az elmúlt évek tapasztalata is mind azt mondják, hogy ezeket a rendezvényeket, ezeket a programokat, amiket szerveztünk, ezek mind-mind olyan élménnyel teliek. Hiszen ott van az, hogy a tavaly számolt be egy házaspár, hogy ők alig várják ezt a heten, mert ekkora gyerekeket van kire bízni, a babysitter osztagunk ügyel rá, és hogy együtt lehetnek csak kettesben. A házasság hete program sorozatnak pedig éppen ez a célja, hogy az akár több évtizede házas párokat újra összehozza, kiszakítsa a szürke hétköznapokból, hogy újra megláthassák egymásban a csodát. Azt, amibe korábban beleszerettek. És akik olyan szerencsések, hogy akár több évtizede együtt lehetnek, azok idén is püspöki áldást kaphatnak. Február 14-én, vasárnap délután 3 órakor Showston a házaspárok útjára invitáljuk a házaspárokat, valamint este 6 órakor pedig Palánki Ferenc püspök atya a jubiláns házaspárokat áldja meg, akik 5, 10, 20, 25, 50, 60, 70 éve együtt veszik fel a keresztjeiket. A házasság hetén a még jegyes párok is tanulhatnak, hiszen a programok során beszélgetnek a házasság mindennapi válságáról, örömeiről és feszültségeiről. A rendezvény igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és a házasulandókat.